Akkor köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. A mai sajtótájékoztatón témája a közmunkaprogramhoz kapcsolódik. A kormány az elmúlt egy évben a meglévő közmunkaprogramot látványosan zúzta széllyel. Ennek tanúbizonyságát leginkább azokon a településeken lehet érezni, ahol a közmunkaprogramok a megélhetést tudták biztosítani nagyon sok család számára. Az elmúlt ciklusban az Út a munkához című program volt az, amely valóban esélyt próbált teremteni az ott élő munkanélkül maradt emberek számára. Sajnos az elmúlt fél év, ugye mert még a 2010-es esztendőben még az előző ciklus közmunkaprogramja zajlott, az elmúlt fél év bebizonyította, hogy a kormány közmunkaprogramja megbukott. Az induló költségvetésben fel annyi pénzt tervezett közmunkára, mint a bajnai kormány. Ezt követően különböző mesterségesen generált közmunkaprogramokat hirdetett, amelyekre forrásokat biztosított, és mód tart, hogy körülbelül ugyanannyi forrás szán közmunkaprogramok finanszírozása, mint az elmúlt esztendőben, viszont emellett a hatásfoka ezeknek a közmunkaprogramoknak a nullához konvergál. Hogy mi is a példa a tapasztalati része? Ugye statisztikajavító vagy esélyteremtő ez a kérdés a közmunkaprogram tekintetében. Jelen pillanatban jól látszódik az, hogy a kormány csak statisztikát javít, és nem esélyt próbál teremteni a munkanélkül maradt és szociálisan hátrányos helyzetű rétegek számára. 4 órában, 2 hónapon keresztül minimál bérért dolgozva, kb. 1500 forinttal kapnak többet a dolgozók, mint a segély. Ezen túl az az esély sincs meg, mint az elmúlt években, hogy azok, akik kitűnnek a munkavégzésükkel, azok tovább foglalkoztatásra kerüljenek, és így további esélyt kapjanak arra, hogy a másodlagos munkaerőpiacról az elsődleges munkaerőpiacra kerüljenek. Tévedésben van az, aki azt hiszi, hogy csak a cigányok foglalkoztatásáról szól a közmunkaprogram. Nagyon sok diplomás fiatalnak munkatapasztalat szerzésére is lehetőséget nyújtott az elmúlt időszakban ez a program az elmúlt évben még, akik pályázatírással, illetve adott esetben kisegítő adminisztratív feladatokat is el tudtak látni, például nálunk Hajdúdorogon. És néhány olyan példát is hoztam, majd megmutatom, mikor végeztünk, fényképen keresztül, hogy mit is lehet végeztetni a közmunkásokkal akkor, hogyha érdemi foglalkoztatási idő áll rendelkezésünkre. Hajdúdorogon kerítést építettek az iskolának, bontott téglából, járdát építettek azokban az utcában, ahol járhatatlanok voltak a járdák, rendben tartják a bezárt temetőket, kegyeleti parkokat, rendben tartják a kerékpárút és a város köztéri parkjait. De emellett a közintézményekben, idősek klubjában, ételhordásban tudnak segíteni. Az iskolában karbantartói, konyhai kisegítői feladatokat tudnak ellátni. A hivatalban kiegészítő adminisztratív feladatokat tudnak ellátni. És ilyen és ehhez hasonló feladatok akár a családsegítő szolgálatnál, művelődési ház, könyvtárban is áll rendelkezésre számukra. A mi kérésünk a kormány irányába 2 témakörben fogalmazhatom meg. Az egyik, hogy ne fossza meg az 55 év felettieket a közmunkaprogramban történő aktív részvételtől, mert pontosan ez az a réteg, amely a munkaerőpiacon nagyon nehezen tud elhelyezkedni, és ahhoz, hogy az esetleges vélt, remélt nyugdíjához még éveket tudjon gyűjteni, bár az elmúlt hónapok történései kapcsán kérdés az, hogy egyáltalán lesz-e nyugdíjuk, ha el is érik a nyugdíjas korhatárt, illetve megfelelő munkában töltött éveket, de ehhez megpróbálnánk hozzásegíteni őket. Erre most jelen pillanatban ez a közfoglalkoztatási program nem ad lehetőséget. A másik pedig az, hogy valóban ne csak statisztikát javítson ez a közmunkaprogram, ami Magyarországon működik, hanem valóban esélyt is teremtsen a családoknak. Ezért azt kérjük, hogy 6 órában, minimum 6 órában és minimum 6 hónapig történő foglalkoztatása valósulhasson meg a munkavállalóknak. Ez idő alatt egyrészt bebizonyosodhat az, hogy a munkáját jól végzi-e, könnyebb lesz számára is elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, mert egy önkormányzati ajánlás, hogy a munkáját jól végzi, kiemelkedően végzi, mondjuk úgy áll a munkához hozzá, hogy el is találja, és ne csak mellette keresgesse azt,
Én azt gondolom, hogy ezek azok a pontok, amely az esélyteremtést tudná segíteni, és valóban nem kozmetikázná a foglalkoztatási adatokat ma Magyarországon. Köszönöm szépen. Ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok.